A bögözi kincsesport a tulajdonosát, így és emőkét igencsak sokan ismerik, mint ahogyan a portát is. Azt kevesebben tudják, hogy emőkének egy igen értékes viseletgyűjteménye is van. Ezt látjuk most. Több mint 20 évvel ezelőtt kezdődött a gyűjtés, édesanyámmal és Borbálával, és az úgy volt, hogy volt nekünk is népviseletünk, de jártak errefele olyan emberek, akik mondták, hogy van egy viselet, és esetleg, ha megvásárolnánk, és akkor megvásároltunk egyet, kettőt, aztán így gyűlt gyűltek a viseletek, volt amelyik teljes volt, volt amelyik csak egy ing vagy egy szoknya, de nem tudtunk soha ellenállni annak, hogy ne vásároljuk fel, és akkor bővült a gyűjtemény, és oda kerültünk, hogy már több zsák értékes viseletünk volt, és akkor 2011-ben felkértek, hogy a falunapok keretében segítsek be a szervezésbe, mert jött a testvértelepülés, és hogy mutassunk valami olyat, ami a miénk, ami helyi. És akkor jutott nekem eszembe, hogy ott van az a sok névviselet, és milyen jó lenne, hogyha ebből az alkalomból meg tudnánk mi ezt mutatni. És akkor készültek el igazából ezek a bábuk, amiket most itt látunk, és megvolt a kiállítás, ez 2012-ben volt, és utána pedig hazakerült az anyag, egy évig az ebédlőbe voltak elhelyezve. Ezt a mellékhelyiséget alakítottuk át ilyen célra, hogy mindig, hogy egy állandó kiállítás alakult ebből ki, és akkor folyamatosan gyűlnek a viseletek, és érdekes módon már nem csak udvarhelyszéki viselet, hanem már Csíkszeredából is kaptunk viseletet, és még egy kalotaszegi bujkánk is van már, mert valaki úgy gondolta, hogy jó helye van itt nálunk, aminek nagyon örülünk. Sokkal több van, a helyszűke miatt sem tudjuk kiállítani, és én úgy gondolom, hogy ezek a ruhák, ezek a viseletek sokkal többet érdemelnének egy jobb helyen, szeretném őket, vagy megfelelőbb helyen igazából elhelyezni. Lássuk a jövőbe, hogy alakul ez a terv. Van ez az 1800-as évek végéről megmaradt a viselet. Én nagyon büszke vagyok a nagymamám székely ruhájára. Vannak ilyen kiegészítőink, például a karmantyú, vagy ugye a zsebkendők, ezek a régi hímzett zsebkendők, de talán amire azt mondanám, hogy a legértékesebb, az ez a porcelán szoknya. Igazából ezt akkor munka közben is viselték, a ruha alá vették fel, és hogy kiméljék a felső ruházatot, akkor ebbe dolgoztak, amikor elmentek például a mezőre, akkor levetették a felsőt, és akkor ez volt a... És nagyon érdekes, nagyon különleges a szövése is. Ma már nagyon ritka ilyen darabokat felelni. Ezt Székelymuzsnából sikerült gyűjteni, mint még nagyon sok darabot, és vannak ezek a rakott ingek, ezek is nagyon régiek, és különleges az elkészítési módjuk is. Század elő, most már mondhassuk, hogy 100 év körüliek. Van még férfi viseletben. Igen, azt kell tudni, hogy a női viseletek azok még megmaradtak, mert ugye több volt a lányok akkor is,
úgymond előnybe voltak, hogy több ruha jutott nekik, és a férfi viseletet, a régi viseletet beszerezni, az ma már kihívás. Mert hogy nem maradtak meg, főleg az ingek. Amikor elkopott egy ing, akkor abból a gyereknek vartak egy kisebbet. Úgyhogy nem igazán maradtak meg férfi székeingek. Azt szeretnénk még egy párat beszerezni ide a gyűjteménybe, és ott fent van egy jobbra a szélső, egy posztó újas, az a legrégebbi, az 1800-as évek végéről, azt lószőr újasnak nevezik. Egy ott hogyából származik, és a tanárnőnek az édesapjái volt, aki nekünk ide adta, de ő is 80 éven felül. Tájegység szerint el lehet osztani ezeket a viseleteket? Hát főként udvarhelyszékiek vannak, ezért nincsen egy ilyen megosztás. Van férfi csiki viseletünk, de nem feltétlenül. Igazából nekem az volt a cél, hogy a helyi értékeket is, mert hogyha nem gyűjtsük akkor össze ezeket, akkor nem maradtak volna meg. És ez volt a fő cél, hogy, és ha már összegyűjtöttük, akkor legyen egy olyan hely, ahol meg tudjuk mutatni az érdeklődőknek. Minden településnek meg volt a maga mintája, hogy milyen mintát szőttek az anyagba. Bögöz ilyen téren nem igazán áll jól, mert itt a sima piros volt az, amit úgy visszanézve. Igen, az például az egyik idős néninek a konfirmáló ruhája, a bögözi viselet és bögözi mintával is a köténye. Viszont, mert udvarhelyhez közel volt, és hamar levetették a székely ruhát, nagyon hamar elpolgárosodott Bögöz, és ezért kevés maradt fent, kevés eredeti székely ruha maradt fent. Inkább a környező településeken, Bétadobó, Vágásból vannak, Székely-Muzsnából, és hát udvarhelyszínről, elég sok településéről van. Itt látok egy igen régi. Igen, hát ez nem talál igazából ide, olyan szempontból, hogy ez egy polgári viselet. Igen, de hát mivel ez is egy nagyon régi darab, ezért úgy gondoltuk, hogy helye van, és mindenképp érdemes megmenteni. Még a névviseletek mellett nagyon sok textíliát gyűjtöttünk, csipkét, van szőtt csipke, vert csipke, horgolt csipke, kötött csipke, szóval nagyon-nagyon sokféle fajtája van a csipkéknek, és azon kívül használati tárgyakat, például ezeket a falvédőket is igyekeztünk összegyűjteni és megőrizni az utókor számára. Székely Szent Mihály az én nagymamám, az Anyikó Mente, és a másik az Vágás, az a kék a Vágásból származik, és a férfi viseletek azok pedig igazából egyformák nincsen. Azok idevalósiak, muzsnaiak. Muzsnai női, igen. Van több is, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Például ez a kockás is muzsnából származik. Nagyon érdekes, hogy ott sokféle mintát használtak muzsnába. Ugye ott a végvár igazából, és de a kockást is mellette az a blúz is, amiből készült, az is muzsnai szőttes, ez a fekete idős viselet is muzsnai, a kockák azok egy picit hasonlítnak, amint, és ez a csíkos is. A színes kötény, amelyiken igen, van. Igen.
azt hiszem, hogy az is uborka mintás. Igen, például érdekes, hogy a Nyikó mentén is használták a kosaras mintást és az uborka mintást is, és vannak települések, ahol itt a Kükülő mentén is felelhetők. Én gondolom, hogy házasság révén, hogy elhozták a lányokat, és akkor hozták magukkal a mintavilágot is. Ezért is nagyon-nagyon nehéz például a kötényekre megmondani, hogy melyik az, ami pont odavalós. Igen, igen. Az uborka minta? Az a felső rész, a felső, igen. Nem egyforma a mintázata, de ha megnézzük, a felső része az. Ez igazából nem teljes, ez a porcelán szoknyának az alsó szoknya, és akkor rá van téve egy kötény, de ezt általában úgy használták, hogy még volt rajta egy fekete szoknya. Hát azt szeretnénk, hogy minél több emberhez eljusson, minél többen láthassák, és az, hogy megmaradjon, az a legfontosabb, hogy átadjuk a következő generációnak, hogy ezt tovább vigyék, és hogy értékként kezeljék. Mert hogyha mi valamiért összegyűjtöttük, akkor hát, hogyha ezt a szellemiséget tovább tudjuk adni. Mert vannak olyan darabok, amiket már nem lehet reprodukálni, már nem élnek azok az asszonyok, akik a mintákat ismerik. Habár most az utóbbi években nagy örömömre egyre inkább felkapottabb, és jött a szövést egyre többen tanulják, és egyre bonyolultabb mintákat is le tudnak szőni. Itt van egy szövőasszonyunk, neki a viseletéről mit kell tudni? Igen, ez egy bétai viselet, Bögöztől 3 kilométerre van. Nagymamámnak a szülőfaluja, és egy idős nénitől kaptam ezelőtt 15 évvel, és az ő édesanyjái volt. 1800-as évek végére mondta, hogy akkori a viselet. Ez a legrégebbi női viseletünk, amit be tudunk határozni. Most már újra az van, hogy kezdték értékelni az emberek, ha van egy örökölt mellény, akkor esetleg csináltatnak mellé egy szoknyát, és akkor most már megvan a viselet. Én úgy gondolom, hogy az irány jó. Csak azt szeretném, hogy aki viseletet készített, az tényleg azt ne felületesen, hanem utána járva, és eredeti módon készüljenek, mert ez volna a lényege. Jó érzés mindig bejönni. És az is, hogy ezek az értékes darabok, hogy ezek megmaradtak. És jó érzésre tölt el az, hogy amikor meg tudom másoknak mutatni, amikor tudok róla mesélni.